árnyékos, és nem is tudom, hogy ide milyen virágok kellenének, ami tényleg ilyen virágnagyszerűség. Mondom, hogy mire lehet pályázni, egy nyári virágra, évelőre vagy cserére. Na most azért ez itt egy óriási terület, meg ugye szép füves, tehát nem gondolom, hogy ezt itt most meg kellene szüntetni. Itt igazából azt lehetne, hogy esetleg oldalt ki lehetne alakítani ilyen kis ágyásokat. Hova szeretné így ültetni a növényeket? Hát a szélére vagy a két fa köré, hogy könnyen tudjam a füvet vágni. Akkor ezt le kéne kaparni innen a füvet, ki kéne ásni, és föl kellene lazítani, hogy amikor jövünk, akkor már csak ültetni lehessen bele. Mit szólna az, hogyha hozunk kettő darab mondjuk ilyen tapadókorokos vadszülőt, amivel be lehet futtatni a fát? Akkor hozunk egy lilakácot, meg egy trombita főndát, jó? Jó, rendben van. Köszönöm az önkormányzatnak, hogy gondolt erre a külső kerületre is itt, mert bent nagyon szép a város, látom fel van muskátűzva, és itt a külső területen is nagyon sok tulajdonos nagyon szépen rendben tartja a kertet, nagyon igyekeznek, és ez egy ilyen kis csendes rész, és nagyon szeretjük a virágokat. A benti kert is tele van virággal, és hát így most, hogy önök is itt felhívást tettek közré, és hozzájárultak ahhoz, hogy még szebb legyen a környékünk, én ezt köszönöm. A szerszámokat a Fiskars biztosította. Együttműködő média partnerünk az edenkert.hu, a legnagyobb magyar kertészeti portál. Kövesse a virágzó zugló lélegzetellállító programját a kertész.blog.hu-n és a Facebookon.